A következő műsorunk megtekintése 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Köszöntöm nézőinket, Önök a Közéleti magazint látják, Jela Jászmin Grész vagyok. Nézzük, mit kínálunk a mai műsorban. Szakmai érettségi vizsgatárgyak versenye. Nairobi, a nyomor telepek és a felhőkarcolók városa. Életet menthet az, aki már átesett a koronavíruson. Új nevelőszülők toborzását tűzte ki célul a Szent Ágot a gyermekvédelmi szolgáltató. Szakmai érettségi vizsgatárgyak versenye zajlott a Tolna megyei szakképzési centrum Ady Endre Technikumban. Ez már a második forduló volt, az első online formában zajlott. A megyei szakképző intézményeiből nevező diákok közül összesen 19 tanuló ért el olyan eredményt, hogy a második körben is bizonyíthasson. A harmadik szóbeli megmérettetésre a tervek szerint áprilisban kerül majd sor. Idén is a Tolna megyei szakképzési centrum szervezésében zajlott le az ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyének második fordulója. A szakképzési centrumhoz tartozó iskolák diákjai irodai ügyviteli ismeretek, vasútgépészeti ismeretek, vasútüzemi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek vizsgatárgyakban oldottak meg feladatokat. Waldraff Nikolett a Szekszárdi Bezeréd István iskolába jött, ügyviteli ágazaton tanul. A felkészítő tanára javasolta, hogy jelentkezzen a versenyre. Az első forduló ugye elektronikus úton ment, az nem volt nagyon nehéz, nagyon alapkérdéseket kérdeztek. 4 éve ezt tanultuk, tehát vagy a 4 évig ugye ezeket tanultuk, az nem volt bonyolult. Erre a fordulóra érettségis feladatokkal készültem, emelt szintű érettségis feladatokkal készültem fel. A felkészítő tanárom adta nekem az anyagokat. Az Excel feladatok kicsit nehezek. Én úgy gondolom, hogy azok mindig bonyolultak szoktak lenni, viszont a szövegszerkesztős feladatok nagyon egyszerűek, de összességében mindegyik megoldható teljes mértékig. Jók lesznek. Nikolett azt is elmondta, hogy szereti az általa választott szakmát, sokrétű ismeretekre tud szert tenni általa, a gyakorlati helyen is aktívan részt vesz a munkafolyamatokban, és a jövőt illetően is vannak tervei. Minden cégnél máshogy csinálják a dolgot, tehát hogy én itt voltam Szekszárdon a kórházban szakmai gyakorlaton, és teljesen más volt, mint az iskolában. Nem úgy csinálták a dolgokat, ahogy én azt az iskolában tanultam. Úgyhogy elején egy kicsit bonyolult volt ezen a szinten, vagy ezen a téren, de megoldható volt. Minden, azt csináltam, amit az iskolában is tanulunk, tehát iratokat néztem át, csináltam én magam is, összeszerkesztettem iratokat, szerződésekbe is engedtek bele nézni, meg nyilvántartottam, iktattam, telefonokat vettem föl. Nagyjából ezeket csináltam, postáztam, vagy postákat, leveleket írogattam meg, hogy feladják őket, meg ide-oda mentem osztályokon, hogy én vittem az iratokat a többi osztálynak. Most leérettségizek, lesz még egy plusz 1 évem, ahol megkapom ezt a szakmát. Úgyhogy azt még el fogom végezni. Utána én még tervezek megcsinálni egy másik szakmát, de igen, szeretnék dolgozni is majd mellette. Mindenképp. Egyelőre nem tervezek főiskolára menni, egyetemre menni, de még közben jöhet ez a gondolat, hogy igen, esetleg, és akkor jól fog jönni ez a plusz pont hozzá, ha sikerül tovább jutnom. Horváth Péter a dombóvári Apáczai Csere János Technikumból érkezett a versenyre, ahol közlekedési szakon tanul. Gyerekkora óta mozdonyvezető szeretne lenni, ezért is választotta ezt a szakmát. Amikor jelentkeztem, akkor a mozdonyvezető szerettem volna lenni. Igazából még mindig terve van, de igazából úgy akár azt is tervezem, mert érettség után mondjuk a reptérre megyek el dolgozni, vagy így a közlekedésben szeretnék elhelyezkedni majd. Szerettem a vonatokat, a vasútvilágát, a közlekedést,
És igazából ez volt az első, ami nagyon megtetszett, vagy gyerekkori álmomnak mondhattam. És igazából így szerettem volna elsőnek mozdonyvezető lenni, azóta így most már vannak más terveim, és hogyha majd elválik, hogy majd melyik lesz, vagy melyikkel szeretnél foglalkozni majd az életben. A megmérettetést az Innovációs és Technológiai Minisztérium minden évben a magyarországi nappali rendszerű képzést folytató szakgimnázium azon tanulói számára hirdeti meg, akik az idei évben érettségiznek és a májusi-júniusi vizsgaidőszakban tesznek szakmai vizsgát. Az első forduló az iskolákban zajlott, online módon zajlott, interaktív feladatlapokat kellett megoldjanak a tanulók. Ezt követően kiértékelték a versenyeredményeket, és ők jutottak be most ide a második fordulóba, az írásbeli fordulóba. Jelenleg Tolna megye 5 szakképző intézményéből vannak itt versenyzők, összesen 19 versenyző. Országosan van mintegy 60 szakmai érettségi vizsgatárgy, ebből itt ma 10-ből írnak a tanulók írásbeli dolgozatot. És hogy mi jön ezután? A dolgozatok kijavítását követően még vélhetőleg április hónapban szóbeli vizsgát fognak tenni a tanulók, szóbeli módon is értékelik a teljesítményüket, és összeáll majd a végső rangsor, egy feszített rangsor. Ez alapján többletpontokat is tudnak szerezni a felsőoktatásba, a felvételizők is, tehát előnnyel tudnak a felsőoktatásba bejutni ezek a tanulók. A megmérettetés célja a szakmai érettségire való eredményes felkészülés támogatása, a versenyre való felkészüléssel összefüggésben a személyre szabott fejlesztés, a megszerezhető tudás iránti tanulói motiváció fokozása, valamint a tehetséges tanulók számára lehetőség biztosítása tudásuk összemérésére. Kenya. Az esetenként átszüremlő terrorizmus, vallási szélsőségesség és a koronavírus okozta gazdasági nehézségek ellenére Kelet-Afrika legstabilabb országa. Az ezerarcú főváros egyszerre kápráztat el gyönyörű épületeivel, köztereivel, nemzeti parkjával, és egyszerre rendít meg a nyomortelepek kilátástalanságával. Nairobi, a nyomortelepek és a felhőkarcolók városa címmel szervezett újabb szakmai esemény a Matthias Corvinus Kollégium szexádi képzési központja. A meghívott előadó Tóth Claudia, a Migrációkutató Intézet munkatársa. Továbbá a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hadtudományi doktori iskolájának doktorandusza. A Nairobiban látogattam a Migrációkutató Intézet kutatási igazgatójával, és ott egy hetet tudtunk eltölteni, és ott olyan szakmai tapasztalatokra, meg ilyen személyes élményekre tudtam szert tenni, ami itt Európában biztos, hogy nem nyerhető meg. És Nairobinak az a ezerarcúsága az lehengerelő. Tényleg a fővároson belül olyan ellentétek vannak, hogy pár száz méterrel odébb felhőkarcolók vannak, majd pár száz méterrel a másik oldalon pedig nyomornegyedek. Úgyhogy Nairobinak ez egy nagyon nagy kihívása is, hogy a helyi vezetés hogyan tudja megoldani a fővárosnak a problémáit. A Kenya Afrika szarván helyezkedik el, és ugye tudjuk, hogy Kenya mellett Szomália az egy nagyon bizonytalan és törékeny ország. Itt az átszüremlő terrorizmus az megjelenik Kenyában, az Al-Shabaab dzsihadista szervezet sokszor hajt végre támadást Kenya országhatárán, és volt már arra példa, hogy a fővárosban is. A kutató azt mondja, Kenya társadalma rendkívül megosztott, ugyanis az elitköre nagyon szűk és rengetegen vannak, akik igazán mély szegénységben élnek. Itt például arra kell gondolni, hogy a szegények napi $1 kénytelnek megélni, és pont ez az, ami a társadalomnak a megosztottságát fent is tartja. Szerintem az nagyon fontos látni, hogy Kenya a térség egyik legnagyobb menekült és migráns befogadó országa. Több százezres menekült táborok vannak az ország több területén, és itt nagyon fontos azt látni, hogyha ezek a menekült táborok esetleg bezárásra kerülnek, vagy másmilyen módon nem lesz fenntartható a működtetésük, akkor esetleg Európában is megjelenhetnek majd jövőben azok, akik onnan kikerülnek.
A felmérések szerint a kelet-afrikai térségből már egyre többen próbálnak illegálisan bejutni az Európai Unióba. Hosszabb távon nyilván az integráció kérdése az, ami hát egy nagyon nagy kihívás az európai közösségnek. Ugye az is nagyon fontos, hogy mondjuk milyen vallási háttérre érkeznek, illetve hogy a valláson kívül milyen etnikai csoporthoz tartoznak az érkezők. Nyilván itt a keresztény és a muszlim vallás ellentét, vagy a kulturális különbségeik mindenképpen az európai közösség számára egy jövőben egy fontos kérdés lesz. Sokat segíthetnek a súlyos betegek gyógyításában azok, akik legfeljebb 6 hónapja túlestek a koronavírus fertőzésen, és már legalább 3 hónapja meggyógyultak. A konvaleszcens vérplazma adás egy egyedi segítségnyújtási lehetőség, ami akár életeket is menthet, mondta dr. Pászti Vera, az Országos Vérellátó Szolgálat szekszárdi területi vérellátójának vezető főorvosa. Hozzátette, amíg megfelelő mennyiségű ellenanyag van az ember szervezetében, akár 2 hetente is vállalkozhat a plazmaadásra. Vérplazmaadásra készülődik Szabadszállási Tibor a szekszárdi vérellátóközpontban. A koronavíruson átesett férfi 3. alkalommal ad konvaleszcens plazmát, segítve ezzel a súlyos állapotban lévő koronavírus fertőzötteknek. Én a társadalmi felelősségvállás egyik részének tartom ezt is, tehát ki hogy tud. Nem akarok közhelyekbe bocsátkozni, de hát nyilván, hogyha valahol tudok segíteni, akkor úgy éreztem, hogy itt a helyem. Múlt decemberben estem át a betegségen, és akkor utána hallottam a tiszti főorvos asszonytól, hogy donorokat keresnek, és akkor kerestem meg a szekszárdi véradót, és utána a vizsgálatok alapján alkalmasnak találták a véremet erre, és akkor adtam plazmát. Majd utána körülbelül 1,5-2 hónap múlva újra adtam, mert még mindig alkalmas volt a vérem erre a plazmadásra, és most vagyok 3. A szakkifejezés egy angol szóból ered, melynek jelentése lábadozó. A konvaleszcens plazmát azoktól a személyektől gyűjtjük, akiknek a vérében nagy mennyiségben jelen van a betegség alatt termelődött antitest. Ha valaki elkap egy fertőző betegséget, akkor a szervezet védekezik a kórokozók ellen, ellenanyagokat kezd termelni. Azonban annak a mennyiségű ellenanyagnak a termelése, ami már le is tudja győzni a betegséget, ez egy kicsit hosszabb időbe telik. Hát sajnos előfordulhat, hogy ez idő alatt súlyossá vagy akár halálossá válik a betegség. A konvaleszcens plazmával ezeket a kész ellenanyagokat juttatjuk be a betegbe, segítve őket ezzel a fertőzés legyőzésében. A véradás során egy egység, vagyis 450 ml vért veszünk a véradótól. Ezt egy későbbi időpontban centrifugálással alkotó részeire bontják. Ebből lesz a vörös vérsejt koncentrátum, a vérlemezke koncentrátum és a friss fagyasztott plazma. A plazmaadás során a plazmadonortól csak plazmát gyűjtünk, egy speciális készülék az úgynevezett aferezis gép segítségével, amelyen mindjárt rajta van az a kis centrifuga, ami elválasztja alkotó részeire a vért. A plazmát összegyűjtjük, a sejtes alkotó részeket pedig visszakapja a donor. Itt látható is, ahogy a gép ketté bontja a vért. A plazmát ebbe a zsákba gyűjti, míg a vörös vérsejteket visszajuttatja az adományozó szervezetébe, amint megtelt a tartály. Az eljárás során 600 ml plazmát vesznek az adakozótól. Jelenleg azoknak a jelentkezését várjuk konvaleszcens plazmadonornak, akik 6 hónapon belül estek át a fertőzésen, legalább 3 hónapja meggyógyultak, és most jól érzik, egészségesnek érzik magukat. Egyébként a véradás általános feltételeinek kell megfelelni. A konvaleszcens plazmadonornak minden véradási helyszínen lehet jelentkezni. Ugyanúgy be kell mutatni az iratokat, egy fényképes igazolványt, lakcímkártyát és tajkártyát, illetve nagyon fontos, hogy be kell mutatni egy olyan dokumentumot, amely hitelt érdemlen igazolja a fertőzésen való átesettséget. Ez lehet PCR-tesztnek az eredménye, vagy antigéntesztnek az eredménye, karanténhatározat, vagy zárójelentés, bármi, viszont nem lehet ellenanyagnak az eredménye, mert az nem bizonyítja a fertőzöttséget. Ezután egy mintavétel következik, ennek az eredménye alapján állapítják meg, hogy alkalmas a jelentkező plazmadonornak. Ha alkalmas, akkor általában telefonon személyesen felveszik vele a kapcsolatot, és egyeztetnek egy időpontot a plazmaadásra. Tehát ez elkülönülten van a plazmaadásra jelentkezésre, egy teljesen másik időpontban. A főorvos hozzátette, a plazmaadás nincs negatív élettani hatással az adományozóra. A plazmaadás leginkább folyadékveszteséggel jár, úgyhogy az nagyon lényeges, hogy a plazmaadás előtti néhány órá
órában a jelentkező bőségesen fogyasszon folyadékot. Emellett viszonylag jelentős még a fehérjeveszteség, éppen ezért minden konvaleszcens plazmaadás végén veszünk mintát a fehérje szint meghatározásához. Fontos, hogy aki rendszeresen ad plazmát, az étkezésében figyeljen a bőséges fehérje bevitelre. A plazma alkotó részei egyébként nagyon gyorsan visszapótlódnak, éppen ezért a konvaleszcens plazmaadás két hetente akár ismételhető. Úgy gondolom, hogy aki átesik a koronavírus fertőzésen, az átérezheti annak a fontosságát, hogy segítsen másoknak legyőzni ezt a fertőzést. Van olyan donorunk, aki kórházi kezelések kapcsán kapott is konvaleszcens plazmát, ő úgy tapasztalta, hogy ez segítette a gyógyulását, éppen ezért fontos volt a számára, hogy adjon plazmát. A konvaleszcens plazmaadás egy olyan egyedi segítségnyújtási lehetőség, amit csak azoknak a kezében van, akik átestek a koronavírus fertőzésen. Fontos lenne, hogy a gyógyulásuk után gondoljanak arra, hogy plazmaadásukkal egy semmivel nem pótolható segítséget nyújthatnak a súlyos koronavírus fertőzésben szenvedő betegeknek. A vérplazmaadás feltételeiről az érdeklődők az Országos Vérellátó Szolgálat honlapján tudnak részletesebben tájékozódni. Új nevelőszülők toborzását tűzte ki célul a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató. A Tolna megyei nevelőszülői hálózatban közel 360 családból kiemelt gyermek és fiatal van, akikről 117 nevelőszülő gondoskodik. A hálózat területi igazgatója szerint erre a nem könnyű pályára olyan emberek alkalmasak, akik bármilyen sorsú, életkorú gyermek befogadására készek. A szervezet intenzív kampányba kezdett annak érdekében, hogy minél ismertebbé tegye a hivatást. A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató ezúttal Szekszárdon a Tolna megyei Íj és Gyula Könyvtár gyermekkönyvtárában mutatkozott be. A hálózat kisfilmmel és előadásokkal szeretné népszerűsíteni a nevelőszülői hivatást. A szolgáltató jelenleg 13 megyében, közel 7000 gyermeknek és fiatalnak nyújt teljes körű gyermekvédelmi szakellátást. Azt látjuk, hogy nagyon sok gyermek szeretne családba kerülni, olyan családokból kerülnek kiemelésre, ahol a család funkcióját nem tudja betölteni, valójánoknál fogva, és mi szeretnénk ezeknek a gyermekeknek családi környezetet biztosítani. A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatónak is, és minden olyan szolgáltatónak, akik nevelőszülői hálózatot működtetnek, komoly kihívást jelent azt, hogy a nevelőszülőket, akik már régebb óta végzik a tevékenységet, korban előrébb járnak, megérdemelt pihenésüket akarják már megkezdeni, őket pótolnunk kell. És ilyen alkalmak, mind ahogy itt Tolna megyében, a könyvtárban együttműködéssel, intézménnyel megragadunk ahhoz, hogy Tolna megyében is, de természetesen az egész országban ezt a munkát végeztessük, és a kiemelt toborzásként nevelőszülőket keressünk. Tolna megyében mintegy 360 gyermeket, fiatalról gondoskodunk a hálózatunk keretében, mintegy 120 nevelőszülő segítségével. Szabó Zita tavaly szeptember óta gondoskodik egy 4 éves kislányról. Elmondása szerint már több éve gondolkodtak férjével azon, hogy nevelőszülők legyenek. Családunk befogadta Vikit, és nagyon-nagyon sok boldogságot, szeretetet kapunk tőle. Két felnőtt gyerekünk van, Bence 29 éves, Katám 25, és ők már nem laknak velünk. Úgyhogy így döntöttünk, hogy milyen jó lenne, ha lenne egy kis gyerek. Nehéz körülmények között került hozzánk, és azóta nagyon-nagyon sok mindent tudtunk fejleszteni, rengeteg mesét tud már, játékokat, és mozgásában is nagyon sok fejlesztés történt, és nagyon-nagyon ügyesen. Annyi öröm és szeretet van ebbe a kislányba, hogy nem igaz. Széchenyi Sándor azt mondja, ez a hivatás nem könnyű, hiszen számos kihívás elé állítja a nevelőszülőket. Mi nem problémákként kezeljük a gyermekeinket, hanem kincsként, akik ha hozzánk kerülnek, akkor csiszolni szeretnénk és kiteljesíteni az ő kis életüket. Tehát ez a tevékenység egyrészt nehézséget is jelent, de nagyon sok szépséget és örömet is hoz az életükbe. Erről szeretnénk minél több fórumon, minél több tevékenységen, lehetőségen keresztül hangot adni,
nyilván teljes körülön tájékoztatva, eloszlatva azokat a tévhiteket, ami ezzel a tevékenységgel jár. Várjuk azokat a jelentkezőket, akik elsősorban nyitott szívvel, nagy szeretettel fordulnának azon gyerekek felé, akiknek szükség van rájuk. A nevelőszüli feladatellátásnak van egy kiválasztási folyamata, jogszabályírások is leírják azt, hogy minek kell megfelelni. Vannak személyi, tárgyi, egészségügyi feltételei, nyilván ezt a jelentkezőkkel ezt tájékoztatjuk őket erről, ennek meg kell felelnie, hiszen ezt ellenőrzi az adott kormányhivatal hatósága. Nyilván ebben az úton mi segítjük. De azt szeretném hangsúlyozni, hogy a feltételek mellé mindig oda tesszük a segítő szándékot is. Tehát aki nevelőszülőnek jelentkezik, az entágot a gyermekvédelmi szolgáltatóhoz, az számíthat arra, hogy egy segítő attitűd és egy segítő csapat van a hátunk mögötte is. A tanácsadókon keresztül, a pszichológus hálózatunkon keresztül, fejlesztő gyógypedagógusok, mindenki azon dolgozik, hogy könnyítse ezt a munkát, megkönnyítse ezt a tevékenységét, és nyilván a gyerekeinket segítse. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!